mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Közös imával és áldással kezdődött a zarándoklat. Alsó, illetve felső páhokról jelentkeztek minisztránsok és kísérőik a programra. A közösség és a kerékpározás szeretete vezérelte őket. Ezt egy jó ötletnek gondoltam, és annak is tartom. Ugye annak a embernek, akinek megemlékezünk, ez Magdolna. És most folyik a boldog elvatása is. Erre is fogunk gondolni, útközben fogunk állni, imádkozni, együtt leszünk Jézussal. Ezért jöttem el. Az egyházmegye célja, hogy nyáron is megmozgassa a minisztránsokat. A fiatalok hétről hétre részt vesznek a szentmiséken, szertartásokon. Ilyenkor kevésbé jut idő arra, hogy kötetlenebb formában beszélgessenek a papokkal. Az ilyen szabadidős programok erre lehetőséget nyújtanak. A minisztránsok fontos részét képezik az egyháznak. Potenciálisan bennük van a remény, hogy közülük kikerülhetnek papok. És látjuk azt, hogy a közösségeinkben mennyire nagyon nagy szükség van papokra, mondjuk így jó papokra, akik szeretik a közösséget, foglalkoznak picikkel és nagyokkal, idősekkel, kevésbé idősekkel, most, hogy a kevésbé idősekkel igyekszünk foglalkozni, és úgy beleálljunk abba, hogy mi most velük foglalkozunk, és talán ők valamikor majd a következő generációkkal fognak foglalkozni. A kerékpáros zarándoklat célpontja Szigliget volt. A résztvevők a balatoni Bringa körúton haladtak, hogy részt vegyenek Bódi Mária Magdolna születésének 101. évfordulója alkalmából celebrált szentmisén. Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási eljárása folyamatban van, számolt be Udvardi György érsek. A szigligeti születésű, törvénytelen gyermek nem kaphatott vallásos nevelést, ennek ellenére mélyen elköteleződött Jézus felé. A munkáslány a II. Világháborúban halt mártír halált. Jelenleg a Szentély Avatási Kongregáció hivatala vizsgálja az előterjesztést.